Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezúttal nem mutatom magamat, de nem akarok elbújni előletek, hanem arról van szó, hogy tegnap délután nagyon rosszul éreztem magamat, nincs étvágyam. De nem bírom elviselni a különböző illatokat, magas lázam van, és már 2 napja, hol az ágyban fekszem, hol itt így rövid időre felkelek, és úgy gondoltam, hogy azért a horoszkópot elkészítem nektek, és remélem, hogy a napokban nem leszek lázas, jobban fogom érezni magam, és akkor újra a megszokott formában készítem el a videókat. Itt látható a napi horoszkóp augusztus 20-a. Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó utal egy új irányra. Uránusz bolygó jelent változásokat. Mindkettő a kos jegyében van. A kos jegye szintén változásokra utal. Itt a képen, ez felül látható balról tekintve, a második kockában. Mars bolygó az jelenti az életerőt, de a férfiakat is. Mars bolygó a bika jegyében van, tehát a férfiaknál fontos a biztonság érzete, az anyagi biztonság is, ők most nyugalomra vágynak. A hold ott van a közelben, és szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az érzelmeket, de ezek lehetnek anyai témák is. Tehát a hold kihat most erősen a férfiakra. És fontos a férfiaknál ez a biztonság érzete, és nyitottak arra, hogy kimutassák az érzelmeiket. A bika jegye felül látható, jobbról tekintve a második kockában. Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre. Vénusz bolygó a rák jegyében van, a víz elemében. Most számunkra, hölgyekre is fontos, hogy kimutassuk az érzelmeket, vagy megkapjuk tőle ezt a nyitottságot, hogy végre kimutassa ő is az érzelmeit. Viszont mi érzékenyek vagyunk, és hajlamosak arra, hogy visszahúzódjunk. Ami még fontos a rák jegyénél, tehát most nálunk, hölgyeknél, a családi kapcsolat. Vénusz bolygó és a rák jegye felülről tekintve a második kockában van jobb oldalon. Alatta látható az oroszlán jegye, ott van a nap és Merkur bolygó, S-O, németül Tiszone, magyarul a nap. Egy jegyben áll a nap Merkur bolygóval. És itt fontos, hogy legyen valami látható, a cselekvések, bizonyos kapcsolatok, szerződések. Ez jól hat ki ránk hölgyekre, hiszen a szomszédos jegyben van, itt megvan a közelség, a bizalom, tehát előfordulhat az, hogy ez a hír a közelből jön, és megvan arra a lehetőség, hogy valamit tisztázzunk. Viszont a nap és Merkur bolygó nincs most jó hatással Mars bolygóra, tehát a férfiakra. Itt nehéz a férfiaknak most valamit tisztázni, vagy vannak viták, nézeteltérések. Amennyiben szerződésekről van szó, vagy kereskedelmi kapcsolatokról, a férfiaknál ez most előnytelen. Amikor sors döntő változásokról van szó, vagy döntésekről,
akkor Szaturnusz bolygó hat. Szaturnusz bolygó a bak jegyében van, a Föld elemében. Itt a képen alulról tekintve a második kockában bal oldalon látható. Mivel Mars bolygó a bika jegyében szintén a Föld elemében van, ugyanúgy, mint Szaturnusz bolygó szintén a Föld elemében, ez segít abban, hogy a férfiaknál legyenek jó döntések, sorsdöntő kapcsolatok vagy változások. Vénusz bolygó az szemben áll a rák jegyében. Itt tükröződik valami, és nekünk, hölgyeknek fontos belenézni ebbe a tükörbe. Ezek lehetnek befolyások kívülről. Tehát ki, hogy hat ránk, milyen döntéseket kell hozni, vagy ki, hogy befolyásol bennünket. Amit még ez a szemben lévő helyzet jelenthet, hogy itt mérlegelni kell a dolgokat, hiszen ez olyan, mint egy mérleg, és akkor kell hozni döntéseket, ami kihat a sorsunkra, hiszen itt lesznek sorsdöntő változások, fontos, hogy mérlegeljük a dolgokat. A Hold augusztus 20-án a Rohini Holdházban van. Ez szerelemre utal, hiszen az indiai asztrológiában a hold az egy szép, csinos férfi, és Chandrának nevezik őt. És Rohini volt a nagy szerelem. És itt szerelemről van szó, azon kívül Rohini táncos nő volt, tehát ezen a napon, amikor a hold a Rohini holdházban van, az utalhat kreatív tevékenységre is. És most megnézzük a horoszkópot augusztus 21-ére. Itt látható a horoszkóp augusztus 21-e. Az majdnem ugyanaz, mint augusztus 20-án. Az egyetlen, ami változott most, hogy Merkur bolygó elhagyta az oroszlán jegyét, és Merkur bolygó most a szűz jegyében van, ahol Merkur bolygó jól érzi magát, hiszen uralkodik a szűz jegye felett. Ez jelent jó kapcsolatokat és szerződéseket, vagy szép beszélgetéseket. Változott a helyzet, hiszen Merkur bolygó a Föld elemében van, a szűz jegyében, és Mars bolygó a bika jegyében szintén a Föld elemében van. Tehát a férfiaknál így 21-től változik a helyzet, hiszen lesznek jó kapcsolatok, előnyös szerződések, szép beszélgetések. Minden olyan nyugodtan rendeződik, és a férfiak rendezhetik most az anyagi dolgokat. Merkur bolygó nem csak Mars bolygóra van jó hatással, mert mindkettő a Föld elemében van, hanem Merkur bolygó jól hat ki ránk, hölgyekre is, hiszen Vénusz bolygó a rák jegyében a víz elemében van, Merkur bolygó a szűz jegyében a Föld elemében van, és a víz eleme és a Föld eleme barátságban állnak egymással. A hold ezen a napon a Mrigasura holdházban van. Tulajdonképpen eléri az arany kaput. Itt vannak a hiádok meg a plejádok. Itt döntésekről lesz szó. Fontos az is, hogy melyik irányba tekintünk. Ilyenkor nekem mindig Holle anyó jut eszembe. Mi vagyunk az aranymari, vagy a szutykos mari. Attól függően, hogy pessimisták vagyunk-e, vagy optimisztikusak vagyunk, és hiszünk abban,
hogy minden jóra fordul, és legyen ez az irány, ahova tekintünk. És ez most itt az energia. Attól függően, hogy látjuk a helyzetet. Abba az irányba tekintünk, ahol félelmek vannak, hogy mindent elveszítünk, vagy megvan a hit és a bizalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!